Hogyan értékeli az elmúlt évet a kamara szempontjából, és mit vár ettől az évtől? Hát az elmúlt évet beleértve a mai küldőgyűlésnek a lefolyását is úgy értékelem, illetve értékeljük, hogy a kamara gazdálkodása stabil volt, sikerült megőrizni a stabilitást, annak ellenére, hogy a év második felébe különös tekintettel az utolsó negyedévre a gazdasági válság kedvezőtlen hatásai már érződtek a megye gazdaságában is. Mindezek mellett talán a legfontosabb az, hogy a kamara létszáma gyakorlatilag nem változott, a tag létszáma, tehát a belépő és a kilépő tagvállalatok száma gyakorlatilag kiegyenlítette egymást. Úgy gondolom, illetve úgy gondoljuk, hogy ez bizonyos fokig tükrözi a kamarával kapcsolatos bizalmat, a vállalkozók körében megjelent bizalmat is. Az elmúlt időszakban két olyan gazdasági fórumot szerveztünk a vállalkozások tájékoztatása érdekében, amelyen nagyon szép számmal jelentek meg a tagvállalatok, illetve olyan vállalkozások is, amelyek jelenleg nem tagjai a kamarának, és ettől az évtől azt várjuk, hogy a kamarai vonatkozásban azt várjuk, hogy sikerül a stabilitást megőrizni, ezt célozza a takarékossági elemeket is tartalmazó ezévi költségvetésünk. A gazdasági helyzettel kapcsolatban pedig reméljük, hogy az elkerülhetetlen reformintézkedések, illetve a világválságnak a alakulása olyan irányt fog fölvenni, amely remélhetőleg egyenlőre a legfontosabb az lenne, hogy a lefelé irányuló tendencia megálljon, stabilizáljon a helyzet. Ugye a költségvetés idén nőtt, tehát a kiadások is, a bevételek is, főleg pályázati pénzekből. Ugye a szolgáltatások megmaradnak-e? Tehát az eddigi rendezvények. A szolgáltatások mindenképpen megmaradnak, sőt, fejleszteni kívánjuk a szolgáltatásokat. A kamarai költségvetésből látszik, hogy a kamara gazdálkodásának az alapjában nem a tagdíjbevételek a döntőek, hanem a kamara egyéb tevékenység, és talán itt hívnám fel a figyelmet a régiós kamarai oktatási polgárportára, amelyet kamaránk indított el és szervezett meg. Ez tükrözi azt, hogy rendkívül fontos a kamaránk szempontjából a szakképzés további erősítése, illetve a kamarai befolyásolhatóságnak a növelése. Ez a kamarai oktatási portál több mint 600 képzési formát mutat be az érdeklődőknek.